Nagy szeretettel köszöntjük a Viva Natura vagy VN Televízió kedves nézőit. Egészségbefektető klub adássorozatunkban dr. Szolnoki Lajossal beszélgetünk. Szervusz! Szervusz! Nem először vagy itt nálunk, és mára is fantasztikus érdekes témákat válogattunk. Az első mindjárt a nyilokrendszer öngyógyítási fortéjai lennének. A nyilokrendszerről hallottunk, tudjuk, hogy milyen fontos keringésünkben, stb. De sokak véleménye szerint, így talán a tiéd szerint is, nem kapja azt a megfelelő figyelmet, amit egyébként meg kéne, hogy kapjon, hogy az egészségünk hosszú távon fennmaradhasson. Miért olyan fontos a nyilokrendszerünk karbantartása? Nem volt ez jó szó rá, de nem találtam. Tulajdonképpen nagyon jó szó, amit mondtál, mert az első tünet, amit észlelhetünk, hogyha valami nem stimmel, hogy elkezd fázni a kezünk és a lábunk, és tartósan fázik kezünk, lábunk. Én nagyon sokat foglalkoztam az utóbbi évtizedekben a gombás betegségekkel, és azt tapasztaltam, hogy a gombás betegségeknél, akiknél kéz-láb hidegség van, ott minden esetben van nyirokérintettség. Tehát ez valamilyen formában ez megnyilatkozik. Na most akkor, amikor, és ez pangásban nyilvánul meg, tehát meg is duzzad a nyirok szövet a lábakon, a kéztag, nem tudja levenni a gyűrűjét, vagy pedig bedagad a lába a cipőbe. Tehát, és ugyanakkor ez a furcsaság, hogy ez a nyirok által okozott pangás nem hajtható ki vízhajtóval. Ez a leglényegesebb momentum. Tehát a nyirokpangás következtében létrejött pangás, az tartós, és nem enyhe, és feszítő jellegű, kellemetlen érzést okoz az emberben. Tehát a végtagjaidban úgy érzed, hogy szét akar feszülni, nem tudod, hogy mit tegyél, mert akárhogy is teszed a lábadat, nem változik, de mégis hideg. A kezed is, lábad is. Na most azok, akik ezt érzik, azt pontosan tudják, tehát ezt hogy ez mennyire kellemetlen tünet, de végig kell gondolnunk azt, hogy mit tehetünk saját magunk annak érdekében, hogy ez változzon. A tibetiek és a keleti gyógymódoknak egyik jelentős része az, hogy tehát olyan technikák vannak, érintés területek a szervezeten, vagy a lábakon, kezen, lábon, végtagokon, amelyekkel ezeket tulajdonképpen el lehet indítani. Tehát ez egy olyan különleges erőtérben van, amit, hogyha mi szépen, finoman bemozgatunk, egyszer csak megindul. Na most a magyar közmondás egy nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy szívére vette a dolgot valaki, és annyira szívére vette, hogy meg is halt bele. Tehát ilyet is tudunk, hogy annyira szívére vette a fájdalmat, a bánatot, meghalt a felesége, valami tárgyvesztése volt, hogy valami, és annyira szívére vette, hogy belehalt. De nem találtak infarktust az illetőnél. Na most az a furcsaság, hogy itt a mellkasban vannak nagy nyirokcsomók, amelyek tulajdonképpen beszájadzanak a vénába, és ezen a területen az alakulhat ki, hogy elcsavarja a szívet, tehát tényleg ott van, de ez egy EKG-val nem igazolható szívpanasz. Tehát nem a szíven van a baj. Na most a megcsavarodás következtében a keringés az érintetté válik ezáltal, és valamilyen formában nem lesz olyan jó, mint addig. Tehát ez okozhat olyan zavart, hogy a szív fokozott munkára kényszerül, és ezáltal vagy az agyban, vagy a szíven keletkezik valami furcsaság. Na most az a bökkenő, az ember nem unimorbid, hanem polimorbid, hogy az élete halad előre. Unimorbiditás azt jelenti, hogy egy betegség születés után valami légzési problémája van, pikpak meghal. Polimorbid pedig az, hogy öreg emberek, idős emberek százféle betegséggel élnek együtt, és minden módon, valamilyen formában kiegyenlítik, akár a gyógyszerek, akár az életmód, vagy valamilyen módon, és tudjuk azt, mi orvosok is, hát ezt tapasztalom, mint háziorvos is, hogy hihetetlen mennyiségű készítménnyel lehet bizonyos korformákat egyensúlyba tartani. Na most a polimorbiditás ilyen szempontból ebbe a nyirokrendszerbe is úgy beleszól, hogy nagyon nehéz kiválogatni, hogy például egyes vérnyomás csökkentők hatására nagyon gyakori az, hogy az illető állandóan köhög, vagy pedig a keze és a lába megduzzad, és nem tud kiürülni. Most azoknak, akiknek ilyen jellegű problémája, most vérnyomás csökkentőtől van ilyen jellegű problémája, egy nagyon érdekes természetgyógyászati dolog,
ez egy iglice gyökér, amit nem, nincs annyira a köztudatban, de nagyon érdekes tapasztalataim vannak azoknak, akiknek kórosan és krónikusan vérnyomás csökkentőt szedniük kell, de annak a mellékhatása az nem kiküszöbölt, mert nem lehet kihajtani ezt a vizet. Elkezd az iglice gyökér teját inni, egy-két héten belül a vastag bokája szépen elkezd karcsúsodni, és visszamegy a helyére. Tehát ez egy annyira meglepő dolog, hogy, és ennek van egy nagyon jó módszere, hogy mit tudom, egy kicsi mennyiséget beletesz egy deci vízbe este, és reggel... Egész éjjel pisilnyel, nem? Nem. Nem. Reggel ez kiázik, langyos vízbe, reggel kiázik, két része osztja, és egy felét megissza a reggeli előtt, másik felét reggeli után. Tehát egy ilyen kis lájtos dolog, és az eredmény pedig az, hogy egyszer csak azon veszi észre, hogy ereszt le fel a bokája. És a vérnyomásra is pozitív hatása van ezáltal? Hát, mivel nem jön az érfalakat, igaz? Persze, nem időmásra. Nem időmásra, és szedheti azt a gyógyszert, ami eddig elejavalt volt számára idézőjelbe téve, ami meg nem tudta szedni amiatt, mert az ödémák jelentkeztek. Ez egy saját tapasztalat, és egy rendkívül boldoggá tesz, hogy ezzel tudok segíteni. Aki most először lett téged, igen, az egyszer hall egy orvost, aztán átugrik egy természetgyógyászra, aztán ugye holisztikus módon egy tibeti gyógymódot mond. Ez integratív medicina, vagy mi ez, amit szerinted? Hát ez egy jó kérdés. Én tulajdonképpen onnan indulnék el, hogy egy orvos akkor bánik igazán jól a betegével, hogyha azt a filozófiát követi, hogy az adott szituáció szabja meg, amilyen állapotban a beteg van, hogy hogyan forduljunk hozzá. Tehát, ha valaki egészséges, és idézőjelbe téve csak ezt szeretné fenntartani, és tulajdonképpen preventív okokból keresi meg az orvosát, azzal lehet viccelni, lehet tréfálkozni, lehet olyan dolgokat mondani, ami az egészsége ugyan kapcsolatos, de mégis tréfás, de az, aki például infarktusba fetreng, és iszonyatos fájdalmai vannak, vagy vakbélgyulladása van, az nem ezt várja, nem ezt a stílus. Tehát ott egy archaikus, alárendelt modellt kér a beteg személyisége. Nem mondja ő azt ki, de ő várja tőlünk azt, hogy olyanok legyünk. Na most, hogyha valaki ebben nem tud mozogni kellő intelligenciával, és itt réfálkodik, és ott nem, és ott sír, tehát ellentétesen, elveszíti a betegét, elveszíti a gyógyítóképesség, és azon veszi észre, hogy mindenhol támadhatóvá válik. Tehát a cél az, hogy tulajdonképpen az orvos képzésben is ezt a szerepet integrált módon tanítsák meg a fiataloknak, hát, mert ez hihetetlen veszteség, hogyha ez nem történik meg. Nagyon sok betegen panaszkodik arra, hogy szóba se állnak vele a kórházba, nem kérdezik meg, hogy van, meg minden, bejön egy tím, és akkor ott végigvonulnak, a főorvosnak szabad kérdezni, a kis kezdőorvosnak oda se szabad szólni a dolgokhoz, semmihez se. Tehát egy ilyen archaikusnak számító, de mégis egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen alárendelt viszonyban lévő orvoscsoport, tím gyógyítja őt, de mégis a beteg úgy érzi, hogy kívül van a saját eseményein. Na most a háziorvosnak hihetetlen előnye az, hangsúlyozni kívánom, és azért lettem én háziorvos, hogy ezt az előnyt élvezzem, hogy én a beteggel együtt élek, és nekem egyetlen diagnózisom van, ami mindig ül, ránézek, és akkor azt látom belülről, a belső hang megszól, ez a beteg nem olyan, mint szokott lenni. Ez a háziorvos diagnózisa. És utána elindul a dolog, elindul a kérdezés, elindul a anamnézis felvétel, elindul minden, és akkor utána jön tovább, és lépünk odáig, hogy kiderítjük, hogy mi változott. És nagyon érdekes, a legtitokzatosabb kórképek esetén is összehasonlították a háziorvosok diagnózisát meg a kórháziakat, nem sok különbség van, holott a háziorvos eszközszegény. Ő neki csak a beteg van. Meg az, hogy nem olyan, mint szokott lenni. Térjünk vissza a nyirokrendszeri fogáshoz. Ugye egyrészt az, hogy amikor véletlenül Kairóba jártam az egyiptomi múzeumban, a fáraók ágyait megfigyelve, folyamatosan az volt az érdekes, hogy a fejük lejjebb volt, és a lábukat folyamatosan felpolcolva tartották.
Csak kérdezem, hogy ez a két dolog összefügg-e? Összefügg, abszolút összefügg, igen. Ugyanis azok a vénák is, azok a pangások, ami tulajdonképpen meleg hatására is létrejön, tehát Kairóban nem mondhatjuk, hogy a déli sarkon vagyunk, hanem elég meleg terület, ott tulajdonképpen kitágulnak az erek, és ennek következtében, hogyha valaki sokat ülő helyzetben van, azoknak a lába az elfárad és megvastagszik, tehát a pangás következtében. A mi ruházkodásunk az alkalmatlan a kairói élethez, és nem ok nélkül járnak az arabok olyan ruhában, mert nem szorítják el az ereiket, az inguláns ereiket, és ezáltal nem okoznak pangást maguknak. Tehát minden kultúrának megvan a maga sajátossága ahhoz a körülményhez, ahol él. Tehát ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Újabb tudásunk van. Igen? Tehát a Hozer Tróger az nyílok és keringés barát, igaz? Abszolút. És az összes ilyen derékszél, ami a doktorom is, jó magam is van. Igen, ezzel folyamatosan elszorítjuk a... Pontosan. De a beleket megnyomja minden. Tehát gyakorlatilag ez egy civilizációs ártalom, így foghatnánk fel. Milyen problémát okoz a nadrágszíj, ha már beleket? Hát például elszorítja a májadat, és nem tudja kellőképpen a működését folytatni, tehát ketté választja a vastag beledet, és ezen a szakaszon tulajdonképpen pangást tud okozni, tehát az alsó szakasz az így érintett, a felső szakasz pedig az mozogna, tehát megváltoztatja a bélműködést lehetőségét. Tehát ezért van az, hogyha például valaki megérkezik haza, azért, mert ez ösztönösen következik be, mert érzi azt, hogy tulajdonképpen meg kell indítani a vérkeringést a hasába. Tehát akkor innentől fogva a Hozentroger pártiak lettünk. Abszolút, mindenképpen jobb. A Hozentroger gyártók szövetségének támogatásával nem készült ez a dolog, de visszatérve, ugye én úgy beszélgetünk, nyirokrendszer, mi lapacsó teját javasoljuk erre, és a természetgyógyászoknak tanítják az iglice gyökeret, de nagyon jó. Érintőlegesen. Menjünk vissza akkor, ugye azt mondtuk, hogy öngyógyítási tippeket fogunk adni. Én még javasoltam a lapacsó teát, és az, hogy a kislányomnak vettem tavaly egy ilyen 3 méteres trambulin, de legtöbbet én használom, minden nap egy 5 percet ott ugrálok rajta, fantasztikus jó érzés utána, az egész keringésemet úgy érzem átdolgozza, illetve azokat a mozdulatokat, amiket te egyébként a betegeid, amikor eljönnek hozzád, hogy a lábon fölfelé, ahogy a nyirokgyűjtőkhöz szeretnénk hajtani a nyirokat, hogy egy pár ilyet, hogyha megmutatná itt, akár ruhán keresztül is. Tehát ezeket a mozdulatokat végig kell. Tehát mindig a perifériától fölfelé. Igen, onnan kell. És ez a legfontosabb, itt meg kell nyitni, tehát a orromutató járásával megegyezés, ellentétes irányba, jobbra ugye, és balra is meg kell csinálni. Ugye alul van a stresszpont, fölön a thymus. Igen, és ezeket szépen megnyitjuk, és ahol fájdalmat érez, ott van a gond. Ott van a gond. Igen, ott van a gond. És ez mind a két nagyon pont... fontos az, hogy utána pedig előtte a fejkopogtatás. Igen. Na, amikor ezt otthon csináltam, mondták, hogy jó van igen. A kukám, igen, tehát ezek a fejpontokat, hogyha szépen ütögetjük, az az érdekes, hogy tulajdonképpen a gondolatok, amelyek rögzülnek, amelyek fájdalmat okoznak nekünk, amelyek övönaluliak, és amelyek úgy érezzük, hogy ki vagyunk szolgáltatva. Ezek örvényáramokat keltenek, és megadott agy részletbe ott darálják, és egyfolytában ott marad. Most ezeknek tulajdonképpen a megszüntetését csináljuk ezáltal, szinte, ha mondhatjuk azt, hogyha számítógépes hasonlattal élnénk, a reset gombokat nyomjuk meg a fejünkön, és azt mindenki érzi, ez a múlt, ez a jelen, igen, és ez a jövő. És ez nagyon könnyű eldönteni, hogy ahol fáj, hogy hol érzed, az agyi terület. Az agyi terület állandó mozgásban, most állandóan túl van terhelve, és tulajdonképpen addig kell ezt csinálni a fejünkön, ezt a kis, de finoman kell, tehát nem egy erőből, és az a borzasztó, hogy kezdetben nagyon fáj. Tehát még a kicsi is, hogyha az ember máshogy csinálja magát, nem is érzi, de hogyha elkezdi csinálni, azon veszi észre, hogy úristen, mintha a szöget verne a saját fejébe. És legfontosabb, hogy a mókuskereket leállítja, mert egyszerűen... Teljesen lehet, és utána az lesz, hogy elzsibbad, akkor van terápiás szinten az illető, hogy elzsibbadt a feje egybe, és ez tökéletes, és utána megnézi itt, és az is fájdalmatlaná vált. És akkor elindul a nyirokkeringés. És akkor a férfiaknak azon jótékony hatásáról szeretném a doktor úr beszélne, amikor masszírozzuk a női mellett, ugye, mert bocsánat, de ezt is tőle tanultam, igen, hogy mennyire fontos az, hogy ugye hát a nyirokgyűjtő itt van a hún alatt, és ugye a pangás, hogyha a mell nincs rendszeresen masszírozva, abból akár probléma is lehet. Hát a nőknek ezt eleve elmondják, hogy önvizsgálatot végezzenek, hiszen ez nagyon fontos dolog. A nők
szülővizsgálata, önvizsgálata, ugyanis és végig kell tapogatniuk, és azok a nyirokcsomók, amelyek itt körben vannak, azok valójában ezek olyan helyzetben vannak, hogy az egész emlőt körbeveszik. Uh-huh. Na most, hogyha ezeket az illető finoman megmasszírozza, akkor elindul ezekből a kiürülés. Tehát felszabadul, és érzi azt, hogy javul. Tehát azt érzi, hogy nem feszít, nem fáj. Tehát, és ezáltal tulajdonképpen az önvizsgálatot is elvégezte, hogy nem találta valami nagyobb nyirokcsomót, mert akkor el kell menni, meg kell csináltatni egy mell ultrahangot. Én inkább az ultrahangnak vagyok a híve, nem kezdeném rögtön egy erőszakosan mammográfiával, mert az ultrahang is kimutatja azt az elváltozást, ami tulajdonképpen kárt okozhat, és nagyon érdekes dolog az, ami számomra is nagyon meglepő volt, hogy például hogy a fitoösztrogén tartalmú gyümölcsöknél a férfiaknál emlőnövekedés következhet be. Hát csak fizetiszünk ugyanez a helyzet, mert az is tele van ösztrogénnel. Igen, de a fitoösztrogéneknek is meglepő, és a férfiaknál is ezt lehet látni, hogy ez megduzzasztja, és hogyha abba hagyja, akkor ez tulajdonképpen ez visszamegy. Egy borzasztó strandon bárhova elmész, megszűnt a szőrös mellkasz, és a fiúknak is jó kis hegyes cicijük lett, és ez valami katasztrófa. De ez most egy másik adásnak lenne a témája. Igen. Tehát egyébként ugye nagyon sok esetben a hölgyeknek be is messzesedik belőle, ilyen messzes, kemény csomók vannak. Az a nyirokrendszernek a... Részben a következő. Attól függ azért, hogy szült vagy nem szült. Aha. Tehát, hogyha valaki szült, és ők nagyon gyakran az elindítása a tej elválasztásnak, ez egy rendkívül problémás és nagyon-nagyon komoly feladat. Tehát ezt olyan nevetségesnek tartjuk sok esetben mi férfiak, hogy a tej, hát az teljesen azonnal elindul és minden. Nem, ez egy komoly átállása a szervezetnek, egy komoly hormonális átállás, aminek a megtanulása, megtanítása és a gyakorlati kivitelezése hihetetlenül igénybe veszi a nőket. Rendkívül módon, amit mi férfiak nem tudunk kellőképpen becsülni, de nagyon fontos lenne. Ugyanis ezáltal megindul a tejelválasztás, de nem minden honnan jön ki. És akkor jön a masztitisz, és ezt nagyon fontos azonnal fejni, és gyakorlatilag ki kell üríteni, mert ha nem, akkor, amit mondtál, ilyen kövesedés következik be, ami később az kellemetlen dolog lehet. De mondom, és elindíthatja a mögöttes nyirokrendszernek a pangását. Tehát minden összefügg mindennel. Tehát olyan kicsi dolgoktól elindulhat valami rossz irányba, hogyha nem figyelünk oda, és a dolgok, amikor jól vannak kimunkálva, akár gondolati síkon az emberbe, akár olyan módon, hogy szeretet veszi körül az illetőt, akkor ezeknek a dolgoknak úgy felébe emelkedik, és az a tapasztalatom, hogy amit egy nagyon érdekes páciensem mondott, aki lovakkal foglalkozik, és a lovaknak a gyógyító ereje óriási, tehát idegrendszeri sérült gyerekeknek is egy hihetetlen segítséget nyújt, hogy ha fölé emelkedik ennek az energia szintnek az ember, akkor nem tud megbetegedni. Tehát a lovak szintjére fölemelkedik energia vonatkozásával. Ez nekem annyira megdöbbentett, mert azt mondja, ha a lovakkal van, sose beteg. De érdekes, mert én meg amikor kapcsolatteremtő gyógyítást tanultam és gyakoroltam, akkor lovakon, a lányomnak volt 18 lova, és akkor mentem ki, és nagyon érdekes volt, hogy először lenyugodott tőle, aztán lefeküdt. Lefeküdt a ló, de nem is úgy, hogy Google, hanem elfeküdt oldalra, és figyelmetesen nyelt az energiát, és valami csoda volt, utána meg őtől kaptam vissza, teljesen igazolom ezt a dolgot. Viszont itt a nyirokrendszer kérdését szerintem nagyjából kitárgyaltuk, mindenki tud ebből tanulni. Egy kérdésem van. Több helyről hallottam, saját személyes tapasztalatom nincsen. Egy cigányasszonyról beszélek, akinek a mennyit éppen elvitték, mert rossz kislány volt, és ott hagyta neki a pár hónapos kisbabát, aki ott visított neki, és semmi más nem tudott neki adni, tej nem volt otthon, és a nőbe egy pár óra alatt olyan hormonális elváltozás volt, hogy az asszony, aki akár már 50 év körül volt, produkált magának anyatejet, és itatta a csecsemőjét. Ugye még hallgatni is érdekes a történet. Abszolút. Gondolom, mi erről neked a véleményed? Ha találkoztál hasonló esettel, hogy... Én még ilyennel nem találkoztam, csak azt volt egy ifjú praxisomban egy ilyen esetem, ahol tulajdonképpen egy
hasonló kisebbségi sorsban élő családnál az anya és a lánya egyszerre estek teherbe, és egyszerre szültek. És a lányának nem volt teje, és az anya szoptatta az unokáját. Tehát ilyennel volt, ez engem nagyon megragadott, hogy tulajdonképpen hát a saját testvére volt az anya szempontjából a gyerek, és akkor egészen extrém, nem, hogy valaki a saját unokáját így szoptatja, de ő, mondom, ő terhes volt, tehát neki volt egy sajátja. Érdekes dolog ez, aki erre valami okos választ, azt nagyon szívesen. Mert itt már egy magasabb energiai szintekről beszélünk, amikor egy pillanat átrendeződik a dolog, és a túlélés érdekében ő hormonálisan olyan módon alakul át, hogy azt a gyereket tudja szoptatni. És ez a természet csodája, hogy a Jóisten... De meg az elfogadás is, hát a természetben látunk olyat, hogy macska felnevel kiskutyát. Tehát erre vannak ilyen kis YouTube videók, hogy lehet látni ilyet, hogy a macska elfogadja a kiskutyát, mert hát az anyja elpusztult, és oda tették neki volt kismacskája, és elfogadta, hogy ő neveli fel. Én láttam, hogy halálos ellenségek. Malac oroszlánkölyköket nevelgetett. Hát igen. Én azt hiszem, ezt a témát itt most befejeztük, és a következő adásban az ember és a házállatok kapcsolatáról szeretnék veled beszélni. Nagyon érdekes gondolataid vannak ezzel kapcsolatosan. És mivel mondtad, hogy a praxisodban gombákkal, vírusokkal, bacikálisokat foglalkoztál, ennek az összefüggését megnézzük, hogy a háziállítaink a közvetlen környezetünkben mennyire pozitív vagy esetleg egészségkárosító, veszélyeztető hatással vannak. Nagyon megköszönöm, hogy itt vagy, és hamarosan folytatjuk. Köszönöm. Kedves nézőink, a VTV-t, Vivanatot, a televíziót láthattok. Egészségbefektető klub adássorozatunkban dr. Szolnoki Lajos úrral beszélgettünk. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu weboldalon vagy a YouTube megosztó portálján láthatjátok. Viszontlátásra!